Tehát Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke az első vendégünk, akivel természetesen nem terveztük ezt a témát, de nyilván azzal fogjuk kezdeni, hogy mi történt ma Londonban. A nézők ezt a Híradóból, meg minden egyéb csatornáról valószínűleg már tudják. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ön a Nemzetbiztonsági Bizottságnak is alelnöke, mint ilyen bizottsági tagok kaptak valami gyors tájékoztatást, vagy bármilyen információt arról, hogy mi történt ma Londonban? Hát elsősorban a Nemzetbiztonsági szervek kapják ezt a tájékoztatást a saját csatornáikon keresztül. Gondolom, hogy azonnal, ilyenkor az a szokás, hogy azonnal kapcsolatba lépnek egyébként ott, ahol elkövetnek terrorcselekményt, és azonnal tájékoztatják erről a belügyminisztert, aki pedig kezdeményezheti adott esetben, hogyha ez esetleg Magyarországig érne ez a típusú fenyegetettség, ami Londonban volt, amit egyébként most egyértelműen kizárhatunk az információk alapján, akkor Magyarországon is szükséges intézkedéseket meg kell tenni. De akkor ezek szerint egyelőre nem tud arról, hogy a bizottságnak például ezzel kapcsolatban bármi dolga lenne, vagy akár a magyar hatóságoknak? A bizottság munkáját azt a törvények szabályozzák, és a törvények ezt nem írják elő, tehát a bizottság nincs döntési helyzetben, ilyenkor csak utólag tud tájékozódni. Ezt a tájékoztatást pedig mindig meg szoktuk kapni kérés nélkül is. Tehát akkor ezt a következő soron következő ülésen, tehát mindenféleképpen meg fogjuk tárgyalni. Szerintem még van sok minden, amit ebben a eseménnyel kapcsolatban egyébként meg kell vitatniuk, akár Londonban, akár Brüsszelben, akár pedig Magyarországon. Teljesen más téma, de ma ez foglalkoztatta a sajtó és az ellenzéki pártok jó részét. Ön is nyilván látta ezt az ominózus videófelvételt, ami előkerült. Cservány György államtitkár beszélgetése volt, egy telefonbeszélgetése volt a Lovaspóló Sport egy kiemelkedő alakjával. Ön mit gondol arról, hogy egy olyan szervezet egyik vezetője, aki állami támogatást kap, kritizálhat nyíltan kormányberuházást, vagy ön szerint sem? Én nem láttam ezt a Cerván György államtitkár úrral készült videót, tehát nem tudom, hogy miről van szó. Nem is olvasta sehol? Nem is olvastam, nem. Nagyon elfoglalt lehetett ma, mert hogy mindenhol erről volt szó, de akkor gyorsan elmondom, hogy miről van szó. Tehát Cerván György egyébként országgyűlési képviselő és államtitkár is, és a Lovas Szövetség egyik szakemberével, akkori szövetségi kapitánnyal beszélt telefonon, azért, mert ez egy televízió interjúban kritizálni, mert a Mészáros Lőrinc egyik cég által kivitelezett szilvásváradi kormányberuházást, egy lovardát. Azt mondta egyébként, hogy ott fáztak a lovak, és nem volt megfelelő a padló, és technikai problémákról beszélt. Azt mondta neki a telefonban, hogy ezek az interjúk nem szerencsések, és akkor finoman fogalmazok, nem tudom, miért kell ezt csinálni, szidni a kormányberuházást egy szövetségi kapitánynak, ezt te hogy gondoltad? Aztán azt is mondja, hogy arra kérnélek, hogy ezt ne csináld a jövőben, ha nem akarsz ebből problémát. Ebből a beszélgetésből vonta le a következtetést az ellenzék. Hát változó következtetéseket vonták le, abban mindenki megegyezett, hogy ez elfogadhatatlan volt, aki rögtön a Rákosi korszakra asszociált. A többség azt mondta, hogy ebből látszik, hogy korrupcióról és mutyiról van szó. Mészáros Lőrinc elvégzett egy beruházást, ami feltehetően nem megfelelő színvonalon valósult meg. Túl volt eleve árazva, aztán kilopták belőle, amit lehetett, és ha valaki ezt szóvá meri tenni, bár ő nem beszélt politikáról és Mészáros Lőrincről, csak a technikai problémákról, akkor a kormánygép ezek utoléri, retorziók érik, meg fenyegetik. Hát azt gondolom, hogy ilyen nincs. Tehát én azért arra kíváncsi vagyok, hogy hol készült ez a felvétel, meg kitette közé. Szerintem az is rendkívül érdekes, hogy egy magánbeszélgetést közé tesznek, nem a televízióban ment ez a történet, a HVG újságírója birtokába jutott a felvétel, volt egy videó, ami beszélgetett. De egy videó előtt beszéltek? Igen, tehát nyilván Cerván úr tudta, hogy van egy videófelvétel, ahol hozzá elment az újságíról, először megkérdezte erről a telefonbeszélgetésről, először az államtitkár letagadta, hogy egyáltalán ismeri az érintett urat, majd amikor lejátszották neki a felvételt, akkor már nem tagadta, hogy ez megtörtént, csak azt mondta, hogy szerinte ez nem minősül fenyegetésnek. Én meg azt gondolom, hogy meg kell nézni, hogy hogy készült el ez a felvétel, illetve van-e provokáció az ügyben. Láttunk már ilyet, ugye most legutóbb például az egyik kilátóról, azt hiszem talán a siófoki kilátóról is jelent meg egy olyan cikk, hogy hát szörnyű, hogy be van zárva, nagy valószínűséggel nagy botrány lesz majd ebből az egészből. Aztán amikor az ember olvassa a cikket, mert azt pont olvastam egyébként az egyik ellenzéki honlapon,
portálon. Aztán amikor kiderült, hogy azért kellett bezárni, mert azért nem kapják még meg az engedélyt a nyitvatartásra, illetve a működtetésre, mert egyébként ott néhány ember alakított egy egyesületet és megtámadta azért, mert lehet, hogy erre a kilátóra majd sokan jönnek autóval, és akkor ott fognak parkolni. Tehát gondolom, én is érzed, hogy egy teljesen más történet. Nem teljesen más, azért nem más, mert a szilvásváradi beruházás is egy nagyon fontos beruházás volt. Szerintem emeli ott a Bükkben ennek a víres kirándulóhelynek és hát lovas találkozóhelynek a színvonalát, hogyha ott rendezett körülmények között tudnak nem lenni voltak elég rendezettek a körülmények, ezért be is kellett zárni a lovadát, de arról, tudom, hogy a lovadát... Egyáltalán nem biztos, hogy be kellett zárni a lovadát, és nem tudom, hogy a rendezett körülmények mit jelentenek. Egyébként pedig, hogyha az a vállalkozó, aki nem tudja megépíteni, annak garanciát kell vállalni, és gondolom, hogy a garanciába bele fog félni, hogy a hibákat javítsa ki. Biztos, tehát, hogy a szilvásváradi lovadáról most ennek az ügynek a kapcsán nagyon sok szó fog esni, hogy az túl volt árazva, vagy nem, hiányzik-e belőle pénz, vagy nem, de van olyan vetülete, bár van olyan nézete ennek a történetnek, amiben egy államtitkár, egy fideszes képviselő azt mondhatja valakinek abból az apropóból, hogy ez a televízióban megfogalmazott aggályokat egy kormányberuházással kapcsolatban, hogy ezt ne csináld, ha nem akarsz problémát? Én nem tudom, hogy ezt mondta-e, vagy elhangzott-e. Mondta, én ezt nem is tagadja, hogy mondta. Ezt a történetet én nem ezt nem is tagadja, hogy mondta, azzal mentette, hogy a szakmai véleményt nem az ellenzék. Megvárnám ennek a végét, tehát hagyd nézzem meg én is, és én akkor megígérem önnek, vissza fogok ide jönni, el fogom mondani erről a véleményem. Hagyd nézzem meg, láttam már sok ilyen esetet, láttunk már olyan, kampány alatt láttunk már olyan videót, ahol egészen más dolgok történtek, mint a valóságban. Láttunk megrendezett jeleneteket. Tehát én, jó, ez biztos nem volt az, hiszen az érintett egyáltalán nem vitatja a felvétel valódiságát. Ebben az ügyben, és hogyha kell, akkor én beszélek az államtitkárról, és megkérdezem, hogy jó, hogy látja ezt a kérdést, jó? Jó, szóval a felvétel biztos valódi, de értem, hogy ön nem akar de most erre reagálni. Nem ismerem, tehát még egyszer, engem nem ezért hívtak be, hogy a Cserván Györgyre reagáljak. Nem, csak ez a mai nap témája volt, amire feltételeztem, hogy eljutott már önig. Beszéljünk egy másik témáról, ez már jó pár napja pörög a sajtóban is, meg az országgyűlésben is szó volt róla, úgyhogy biztos tisztában van az összes részlettel. Ez a Heineken vörös csillagáról szóló vita. Ugye törvényt módosítanának ebben az ügyben. Az előző napokban az is kérdés volt, hogy ebben egységes-e egyáltalán a Fidesz frakció, úgy tudni, hogy vita van egyébként önök között is. Lát-e ön különbséget a különböző márkákon látható vörös csillagok között? Tehát más-e a San Pellegrino vörös csillaga, a Milky Way vörös csillagja, vagy a Converse vörös csillagja a Heinekenéhez képest? Mert hogy Kósa Lajos azt állította, hogy a többi rendben van, de valamiért a Heinekené nincs rendben. Én azt gondolom, hogy ez az egész ügy szintén megint föl van fújva, és hát ezt az egész csatát, ha úgy tetszik, akkor a Heineken kezdte el, a Heineken, amelyik neki ment egy magyar brandnek, neki ment egy székely brandnek, neki ment egy nagyszerű székely terméknek. Miközben ennek az önkénuralmire hát, jelképekhez, hogy Romániában volt egy bírósági ítélet. Még egyszer, tehát aki úgy érzi, hogy csatázni akar a magyarokkal, az számítson rá, hogy egyébként a magyarok pedig megvédik magukat, és minden eszközzel a saját érdekeiket érvényesíteni fogják. Egyébként én nem iszom, én pont azért nem iszom Heineken sört, mert vörös csillag van rajta, Heinekenes pohárból sem iszom. Soha nem, életében nem volt azért, hajlandó Heineken. Nem csak azért nem iszom Heinekenes sört, mert egyébként én egyáltalán nem tartom sörnek, és nagyon vacaknak tartom az ízét, hanem azért, mert vörös csillagot használnak. És a többi felsorolt márkát sem használja ugyanezért? Nem használok semmi olyat, amin vörös csillag van, ez a helyzet. Hát én azokkal az emberekkel értek egyet, akiknek ez a vörös csillag, ez egy nem csak egy önkényuralmi jelkép, hanem egy rendkívül ronda, a gonoszt megtestesítő jelkép egyébként. Tehát vannak olyan népek, ahol a vörös csillag, ez a forma, ez egész egyszerűen a gonoszt, az ördögöt testesíti meg. Én ebben egyetértek, azt gondolom, hogy aki élt a kommunizmusban, az tudja, hogy miről beszélünk. Ugye az alapügy, amire ön is utalt, az, hogy Romániában bírósághoz fordult a Heineken, mert úgy ítélte, hogy az ő által forgalmazott egyik sörmárka neve és logója nagyon hasonlít egy ottanira, aminek egyébként a sajtóból én úgy tudom, hogy az egyik tulajdonosa, bár magyar származású, de román állampolgár, nem, a másik pedig Hollandiában bejegyzett
fizetett cég. Nem, nem így van, tehát rosszul tetszik tudni, magyar állampolgár is, természetesen a tulajdonos, ezek magyar emberek, székely magyar emberek, a csíkszentsimoni hagyományokat követve alapítottak egy sörgyárat, ott megcsinálták az igazi csiki sört, megcsinálták a székely sört, ennek megcsinálták több változatát, ez egy kézműves sör, remek sör, kiváló, nagyon fogy, és ettől begyulladtak Csíkszeredába a Heinekenék, akik pedig a csukot csinálják. És a két üveget, ha egymás mellé tesszük, se az üveg formája, sőt, még a színe sem egyforma, a címke az aztán egyáltalán nem, de neki ment a Heineken, avval a nagy erővel, ami ő mögötte van, ennek a kis magyar cégnek, hogy tönkre tegye. Tehát a román bíróságot a Heineken valamilyen módon befolyásolta? Hát hogyne, természetesen, önök is tudják, hogy milyen helyzet van Romániában. A román bíróság egyébként az európai döntés ellenében. Tehát a román igazságszolgáltatás nem független, és a Heineken megvette az ítéletet. Nem független, nem független, itt büntette a magyarokat, büntette azt a magyar embert, büntette azt a székely embert, aki vállalkozni mert, és ráadásul a vállalkozásában elérte azt, hogy nem csak magyar emberek, hanem román emberek is dicsérik ezt a sört, mert ez aztán az igazi minőség. Szemben avval egyébként, amit a Heineken adott az embereknek. Tehát pestélyesen szólva, akkor ezt egyáltalán nem tagadják, hogy itt végső soron a visszaszivatás tipikus esetén van szó, hogyha a Heineken így tett Romániában. Semmiféle visszaszivatás nincs. Tehát annak, aki neki megy a magyaroknak, annak számolni kell azzal, hogy őt is érhetik, őt is érheti kár. Ilyen egyszerű a történet. És én azt gondolom, hogy ők erre adtak is okot, akkor, amikor úgy érezték, hogy a kommunizmussal problémájuk van, akkor kifehérítették ezt a vörös csillagot. Most meg pofátlanul, nyugodtan használják azokban az országokban, akiknek el kellett, és leginkább Magyarországon, akiknek el kellett szenvedniük 40 év kommunizmust, akiknek ez a jelkép bizony egyáltalán nem szép, és egyáltalán nem a szép boldog időket jutott ki. Ez 1889 óta használt embléma, de hogy ne erről beszéljünk túl sokat, egy dologgal zárjuk le ezt a témát. Milliárdos kártérítést fizethetünk, állítólag még a Fidesz jogi szakértői szerint is ebben az ügyben megéri? Várjuk meg ezt a állítólag ennyi kártérítés, állítólag annyi kártérítés. Én azt gondolom, hogy nekünk magyar parlamenti képviselőknek magyar érdekeket kell szolgálnunk, Magyarország érdekeit kell szolgálnunk és a magyar emberekét. Beszéljünk akkor egy kicsit az orosz érdekekről is, ha már így feladta a labdát. Ön szerint 10-es skálán mekkora? Nem azt mondom, hogy orosz érdekeket kell szólni, nem értem, a magyar csak érdekek. Erről eszembe jutott egy emberek, másik téma. Azoknak, akik egyébként mondjuk a vörös csillag alatt, meg a szovjet csizmák alatt szovjet érdekeket szolgáltak, és Moszkvából várták a parancsot, azok ugyanazok személyükben, pártjukban, politikai csoportjaikban, azok most egyébként ugyanezt várják Brüsszeltől, meg Washingtontól. Tehát jól látszik, hogy kik milyen érdekeket képviselnek. Én most azt akartam. Mi egyébként akkor, amikor vörös csillag volt, akkor is magyar érdekeket képviseltünk, és Magyarországért szorítottunk. Én azt akartam most kérdezni, hogy ön szerint az orosz veszély, az orosz befolyásolás kiveszélye mekkora vagy 10-es skálán most Magyarországon? Szerintem nulla. Az a helyzet, hogy Magyarországnak elemi érdeke, hogy minden egyes nagyhatalommal jóba legyen, minden egyes nagyhatalommal együtt tudjon működni. Akár az oroszokkal, akár az Amerikai Egyesült Államokkal, akár Kínával, és a saját közösségünkkel, Brüsszellel is. Tehát ez nekünk elemi érdekünk, gazdasági, kulturális, és egész egyszerűen az európaiságból függő érdekünk. Ezt nyilván senki nem vitatja, bár arról a témáról már nagyon régóta szó van, hogy Magyarországon mennyire akadálytalanul tud érvényesülni az orosz propaganda, ez és az orosz befolyásolási igaz, kísérletek, de most amire ön is nyilván tudja, hogy én gondolok, hadd mondjam el a nézőknek is, Katrin Ferenc, egy volt hírszerző, sőt műveleti igazgatója a titkosszolgálatoknak, adott egy interjút exkluzívan az Indexnek a tegnapi napon, ahol ő 9-10-esre tette az orosz veszélyt Magyarországon a 10-es skálán. Azt mondta, hogy összefoglaljam, hogy az orosz szolgálatok úgy érzik, hogy szabadon nyomulhatnak Magyarországon, mert a jelenlegi politika ezt lehetővé teszi a számukra. A magyar közmédia Kreml propagandát sugároz, a letelepedési kötvényekkel illegális orosz ügynököket lehet vígan betelepíteni, az elhárítást pedig orosz ügyekben politikai szintről lefolytják, szakmailag indokolt műveleteket nem engednek nekik végrehajtani, és korlátozzák a nemzetközi együttműködéseket is. Hát igen, ma sor került ennek az embernek az értékelésére a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésén, bár az ellenzék menekült ezelől a történet elől, mert a jövő hétre szerették volna ezt az értékelést elcsúsztatni, de hát az államtitkár úr, illetve a
az Alkotmányvédelmi Hivatal főigazgatója mondta, hogy ők tudják, hogy kiről van szó, úgyhogy ott egyértelműen kiderült. Én sajnos most adatokat nem tudok mondani, mert zárt ülés volt, de azon leszek, hogy ez a beszámoló napvilágra kerülhessen, és mindenki megismerhesse, hogy ki ez az ember. Ez az ember még saját magáról is hazudott. Tehát ebben a cikkben, ebben a sok hosszú cikkben még saját magáról is hazudott, és az is egyértelművé vált mindenki számára, hogy semmi más nem csinál, mint az ellenzék által eddig mantrázott hazugságokat, mint a soros ügynök szervezetei által eddig mantrázott hazugságokat ismételgeti, és ez az ember gyakorlatilag biztos, hogy testközelből érezhette az orosz nyomást, mert ez az ember akkor volt tényező egyébként a hivatalnál, akkor még nemzetbiztonsági hivatalnak hívták, amikor a Gyurcsány, Szilvás és Laborc triumvirátus behívta ide a KGB-t, hogy végezzenek vizsgálatot a Nemzetbiztonsági Hivatalban, 2009-et írunk ekkor. Na, ezt érezhette ő a bőrén, én ennél többet nem tudok mondani, egyértelmű számomra, hogy ez az ember nem az, akinek mondja magát, hanem egy pojáca, akit felhasználnak egyébként az ellenzékiek, arra, hogy mindenféle hazugságot terjesszenek, és még az se veszi ez az ember figyelembe, hogy ebben nagyon nehéz helyzetbe hozza magát a szolgálatokat, a nemzeti szolgálatokat, magát azokat a kollégáit, akivel ő együtt dolgozott, mert gyakorlatilag a szolgálatoknak és a kollégáinak a hitelét rontja, és teljesen alássa az irántuk érzett bizalmat. Tehát azt gondolom, hogy óriási hibát követtek el, akik ezt a cikket megjelentették. Mivel kapcsolatban hazudott, amikor azt mondja, hogy önmagáról és a beosztásával így van, kapcsolatban? Pontosan. Vagy ezt... Így van, pontosan. Hát nem volt műveleti igazgató? Többet nem tudok mondani, ne haragudjon, zárt ülés volt, én többet erről nem tudok mondani, azon leszek, mint ahogy mindig azon szoktam lenni, és általában, ha kérem, akkor azok a dokumentumok, többek közt a Portik ügynek a dokumentumai, amikor Portik ugye arról tárgyalta Labort Sándorral, hogy meg kéne figyelni a fideszes politikusokat, és majd szép kis lejárató anyagot fog róluk készíteni. Ezek is napvilágot láttak. Én azt szeretném, hogyha ezzel az emberrel kapcsolatos összes dokumentum, ami egyébként napvilágot láthat, az kikerüljön az emberek elé. Ahhoz akkor meglátjuk, hogy kiről beszélünk. Ahhoz viszont nem kell ez az ember, hogy bárkinek a fejébe szöget üthessen, hogy még a hazai tényfeltálló újságírásban számtalan olyan cikk látott napvilágot az elmúlt időszakban, ami az orosz befolyásolási kísérletről szólt Magyarországon. A környező országokban pedig ezzel a témával mindenhol a legmagasabb politikai szinten, kormány szinten foglalkoznak. Szlovákiában már 12 fős egységet hoztak létre a rendőrségen belül direkt ennek a témának a kezelésére és az elhárításra. Magyarországon ezzel a kormány mintha egyáltalán nem akarna foglalkozni, önök a Nemzetbiztonsági Bizottságban sem, tehát semmi ezzel kapcsolatos jelentést, információt nyilvánosságra nem hoztak, és amikor az ellenzék kezdeményezte, hogy vizsgálóbizottság jöjjön létre és jelentés készüljön ebben a témában, akkor a Fidesz leszavazta. A Nemzetbiztonsági Bizottság minden ülésén foglalkozunk ebben, jegyzőkönyvek bizonyítják, napirendi pontok bizonyítják, tehát minden ülésén előkerül, tehát nem igaz. Tehát ez egy szemeszedett hazugság, ne higgyen az ellenzéknek, úgy hazudnak, mint a vízfolyás ebben a kérdésben. Azon kívül Magyarország az egyetlen olyan hely, ahol még egy európai parlamenti politikus lebukása is megtörtént, és ellene büntetővádi eljárás van. KGB-láról beszélnek. Ami ugye rettentő régen húzódik. Húzódik, természetesen. Hát azért miért húzódott először? És hát azért, mert Vona Gábor meg a Jobbik teljes vezérkara beállt mögé. Adtak neki még egy mentelmi jogot, egy hónappal egyébként a mentelmi jogának lejárat előtt. Utána végig bent álltak mögötte, eldugták ezt az embert, nem engedték ki a nyilvánosságra, gyakorlatilag emlékszik arra jelentre, hogy pattant le a Nemzetbiztonsági Bizottság üléséről, tehát azt gondolom, itt egy komoly ütközet, feltártuk egyébként a bőnyi rendőrgyilkossággal kapcsolatban az orosz szállat, arról is, ami lehetett, az napvilágra is került, tehát az emberek láthatják, nagyon komolyan foglalkozunk ebben. Mi a magyar érdekeket védjük, nekünk a magyar érdekek a fontosak, Magyarország biztonsága, Magyarország függetlensége, és a szolgálatokat is, ugye az alaptörvény és a szolgálatok
szolgálatok működését meghatározó nemzetbiztonsági törvény is arról szól, hogy Magyarország függetlenségét kell védenie, a magyar emberek érdekeit kell védenie, és a magyar nemzetbiztonsági érdekeit kell védenie. Sajnos lejárt az időn, de ha már említette a Bőnyi ügyet, azért arra még muszáj visszakérdezni, mert ezzel kapcsolatban ugye nagyon sokan elmondták az elmúlt időszakban, hogy mintha a magyar kormány nem mert volna igazán mégsem konfrontálódni az oroszokkal. Ugye ez a bizonyos hírszerző Urkatrány Ferenc is utalt erre az interjújában, de szakértők is mondták már itt ebben az adásban is korábban, hogy azért például az érdekes, hogy senkit nem tiltottak ki, legalábbis a nyilvánosság nem értesült erről, azok közül, akik feltehetően diplomáciai fedésben dolgoznak, és ezzel a szélsőséges szervezettel közös gyakorlatokat szerveztek Magyarországon. Hát nem csak a kémfilmekben van az, hogy csak akkor tudunk kitiltani valakit, ha inflagranti kapjuk el, tehát az a helyzet, hogy van együttműködés minden egyes ország között, és azon nem kell csodálkozni, hogy Magyarország, amelyik Közép-Kelet-Európában meghatározó szerepet játszik, hogy kiváltja a nagyhatalmak érdeklődését. Nem csak az oroszok érdeklődését váltottuk ki, hanem kiváltottuk az amerikaiakét is. Elég komolyan, ha emlékszik még a 2014-es őszintén. Ezt most azért ne keverjük ide többek között, mert ők a szövetségeseink, de arra a kérdésre még nagyhatalmak, a nagyhatalmak, igen, a szövetséges, de a szövetségeseinknek szövetségesként kell mindig tudni viselkedni. Tehát a nagyhatalmak, azok érdeklődnek, azok műveleti területnek sajnos tartják. Sajnos az amerikai viszonyrendszerre nincs idő, de műveleti arra a kérdésre válaszoljon, hogy miért nem tiltottunk ki senki. Többi országot. Ha egyszerűen azt mondja, mert hogy ebben volt rá jogalap. Tehát arra nincs, tehát arra kell, hogy legyen jogalap, hogy valakinek azt mondjuk, hogy te nem kívánod most a személy. Most mondta az előbb, hogy ezt feltárták. Feltártuk azt, hogy orosz kapcsolata is lehetett ennek az embernek. Ezt tártuk föl. Tehát semmi más, semmi különösebbet nem sikerült ebben az ügyben szerintem elérni, és senki nem tud erről semmit, csak megy a hazudozás a sajtóban, megy a rémhírterjesztés, és nyilvánvaló ez azért megy, mert a megbízók ezt kérik. Tehát vannak olyan megbízók, akik azt kérik a magyar ellenzéktől, azt kérik az ilyen pojácáktól, akik magukat mindenféle nagyszerű kémeknek vagy kémelhárítóknak nevezik a különböző lapokban, hogy ezt a piszkos munkát végezzék el. Azért kell elvégezni ezt a piszkos munkát, mert Magyarország többek között döntött arról, hogy Paks 2-t azt orosz technológiával és gyakorlatilag orosz pénzen fogja megépíteni. Azért kell megépíteni, hogy többek között a rezsicsökkentés fenntartható és kibővíthető legyen. És milyen jó tehát lenne, hogyha most erről is még beszélgethetnénk, de nem tudunk, minden időnk elfogyott, úgyhogy sajnos a jogi határzára se jutott már időnk, és Cerván ügyben is majd még visszavárjuk. Köszönöm, hogy itt volt. Én köszönöm a lehetőséget.